A Szolnok kezdte jobban a találkozót, a 6. percben már 13-4-re vezetett. Ekkor kért időt a hazai tréner Stojan Ivković. A pauza után a házigazda vette át a vendég szerepét, ők is 13-4-et futottak és egyenlítettek a negyed végére. A második 10 percben André Jones vezetésével 10 ponttal meglépett az olaj, de a hajrában újra közelebb férkőzött a Kaposvár, a fél időben 41-45 állt az eredményjelzőn. A térfélcsere után sem változott a forgatókönyv, a Szolnok meglépett 10 ponttal, Jones és Csakarun extrán játszott, majd a Kaposvár az utolsó percekben ismét megfelezte a hátrányát, 58-63 volt az állás. A záró felvonásban aztán döntött az olaj, Jones a 8. próbálkozásából a 8. tripláját dobta, amikor pedig Tucker zsákolt, már 17 pont volt a tiszaparti előny. Ekkor már kevés idő volt hátra, és bár a Kaposvár mindent megpróbált, fordítani már nem tudott. Kaposvár Szolnok 80-89. A három vereség, valamint a sérülések és a betegségek kissé frusztráltá tették a csapatot. Ezen a meccsen azonban kellő energiával léptünk pályára, és az elejétől kezdve megfelelő magabiztossággal játszottunk. Örülök, hogy győztes meccs után térhetünk pihenőre. A bajnokságban most a válogatott mérkőzések miatt szünet jön, következő mérkőzését az olaj március 7-én az oroszlány ellen játsza. Itt a végén.